Így lettünk bajnokok. A könyv, melyben Ballai Attila, Bruckner Gábor, Gyészabó Csilla és Török László arról beszélget 30 sikeres magyar sportolóval, hogyan váltak élsportolóvá, a legjobbakká nem csak Magyarországon, hanem a világon. Az volt a szándékunk, hogy ne csak érdekes, hanem hasznos olvasmány kínáljunk az olvasóknak, olyat, amelyből tanulságok szűrhetők le. Tehát hogyan kezelték a különböző problémás helyzeteket tizenévesen, vagy maguk a gyerekek, vagy az edzőik, vagy a szüleik, hogyan élték meg a sikereket, hogyan lehetett ezt a szituációt kezelni, hogy a sikerek ne szédítsék meg őket, ne szálljanak el maguktól. Hogyan viszonyult hozzájuk az iskola, egyáltalán a szüleik otthon hogyan fogadták őket, mennyire érdekelt őket egyáltalán az élsport, hogyan viselkedtek a világversenyeken. Van akkor egy küldetése is ennek a könyvnek, hogy akár a fiatal sportolók tanuljanak belőle? Igen, úgy gondolom, hogy ez nem csak kizárólag szórakoztató jelleggel bír, hanem inkább nem is mindenki által használható, úgymond segítség, hiszen mindenki más, mindenkinek más utat kell bejárni, és mindenkinek a saját útját kell bejárni. De úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok értékes gondolat van benne, nagyon sok olyan dolog, ami alapján lehet motivációt nyerni, segítséget nyerni, kiutat találni bizonyos szituációkból. De hát nyilvánvalóan nem lehet, hogy szórakozott a könyv is egyben. A bajnokok ráadásul kendőzetlen őszintességgel beszélnek a könyvben gyerekkorukról. A háromszoros olimpiai bajnok kajakos, Kammerer Zoltán például két családi tragédiáját is elmesélte, melyek az élsport felé terelték. 94-et írtunk, akkor lettem először évi világbajnok, tehát már körvonalazódott bennem, hogy sportról szeretnék lenni. Mindent meg is akartam tenni érte, tehát a sportot szeretem is, meg nem is. De ugye magánéletem is jól alakult, volt egy csinos barátnőm, első szerelem, így járnak iskolába, ahogy kell, naplemente, napfelkelte, csókolóztunk a szülei autó hátsülésén. Ennyi kettőt, ez nem volt benne, hogy ő felvezett el, és akkor ő szépen elmondott az ügyes, pont ilyenkor 25 évvel ezelőtt. És tudni kell, hogy a másik szerelem volt az esemény, hogy a nagyapám volt nekem a nagyapám, mindenkinek van egy nagyapja kettő közül, nekem ő volt a papa, és a kislány szeptember közepén mégis halálos betegséget diagnosztizáltak nála, és mikor azt bejelentette nekem, nyilván nem ilyen gyorsan, hogy így körülírta, rá egy hétre a nagyapám tök váratlan a kórházba került, és másnap meghalt, és akkor emlékszem, hogy álltam a kórházba, és ott megfogadtam, hogy csúnya szóval, hogy átgázolok a világon, nyilván sporttal értettem, nem akartam egy harmadik világháborút elindítani. Nehéz volt, aminek után két-három óra beszélgetünk Gáborról, hogy mélyültünk bele, és egyre jobban jöttek fel a gyerekkori emlékek, gondolatok. Aztán gondoltam, így komplett az egész. Hát igen, az is az én életem része, amit ott említettem benne, ami kicsit úgy nem túl vidám történet, de azt gondolom, hogy ebből is lehet látni, hogy nem minden olimpiai bajnoknak fenyegetik el az élet. Egész egyszerűen arról van szó, hogy az újságírónak föl kell készülnie, vagy a szerzőnek föl kell készülnie azelőtt nagyon alaposan, hogyha valakivel egy ilyen mély interjút készít, és az élet ezt meg fogja hálálni, illetve az interjú alany ezt meg fogja hálálni, mert ha azt látja, hogy vette magának a fáradtságot a szerző, és apró részletekig szinte minden tud róla, akkor azokat a még apró részleteket is el fogja mondani, amiket viszont még soha életében senkinek. És ha már beszélgettünk, akkor azért aktualitásokra is rákérdeztünk a sportolóknál. Hallottuk, hogy edzésről érkeztél, így 40 fölött ugyanolyan motivált vagy, mint annak idején? Az a szomorúságom, hogy igen, tehát ez a boldogságom és szomorúságom is egyik szerintem sír másik, nem kérdezik, hogy meddig akarok még kajakozni, mindig azt szoktam mondani, hogy ameddig reggel úgy kerek fel, hogy elég várom, hogy sportolhassak, addig mindenképpen, mert nem találok okot, amiért abba kéne hagynom, vagy vissza kéne vonulnom. Picit várom már azt a napot, amikor reggel úgy fog fölkelni, hogy elég volt, de ezt 32 év alatt nem éreztem, tehát nem tudom, mikor jön. Ha már itt életutakról beszélünk, mondhatjuk, hogy pályafutásod egyik legnehezebb időszakán vagy túl, vagy talán még kicsit is benne, hiszen még a teljes értékű munkát nem kezdted el, ha jól tudom. Igen, úgy minden bizonnyal most nagyon-nagyon nehéz időszakon vagyok túl, illetve vagyok is még benne. Egy komoly sérülés után úgy gondolom egyik sportolónak sem egyszerű visszatérés. Fizikailag vagy lelkileg viselt meg inkább jobban az elmúlt időszak? Mind a kettő. Nem hiszem, hogy olyan óriási különbség lenne a kettő között. Nyilván lelkileg ez egy nagyon fájó dolog, amellett, hogy a testi fájdalmak is vannak benne. De úgy, tényleg úgy gondolom, hogy mondjuk a testi fájdalmakat könnyebb átvészelni és kibírni, mint mondjuk a lelki fájdalmakat, úgyhogy ilyen szempontból lelkileg azért nehezebb.
főleg egy kicsit ez a bizonytalan sors, hogy egy súlyos sérülésből sikerül-e visszatérni, vagy sem. Hát nyilván bízni kell önmagunkban, bízni kell az elvégzett munkában abban, hogy a sorsunk úgy alakul, ahogy mi szeretnénk. Tokió mennyire cél, mennyire realitás? Hát Tokió olyan szinte realitás a cél, hogy én mindig is mondtam, hogy 2020-31-ig szeretnék kajakozni. Most ebben, hogy Tokió benne, vagy nincs benne, azt nem tudom. Reálisan nézve kevesebb az esély arra, hogy nem, mint igen. Viszont jövőre is van EB, van VB, van a világkupák, vannak hazai válogatók, és ez engem ezek a versenyek úgy lázba hoznak, mint egy olimpia. Tehát már nem azzal kellek, és nem azzal fekszem, hogy olimpiára kell mennem, és akár érmet kell szereznem. Ez már megvolt. Tehát innentől kezdve én tényleg élvezetből és szeretetből csinálom az egészet. A következő hónapok munkája az sok mindent el fog dönteni. Ugye majd jövő nyáron, május és július közepek között fog eldőlni az, hogy én Tokióban tudom-e képviselni a hazámat. Én most tényleg, hogyha úgy igazán beletekintek a jövőmbe, én ott látom magam Tokióban. Tehát, hogy valójában hogy lesz, az majd kiderül.